Tisztelt Közgyűlés, tisztelt polgármester asszony, alpolgármester asszony. Gyakorlatilag ez érdekes ez a vita, mert én azt gondolom, hogy most a két oldal, amelyik nagyon vitázik, a gazdasági háború kérdésében sokkal közelebb áll egymáshoz, mint gondolnánk. Ahogy az előbb említettem a szankciók kérdését. A szankciók kérdésével az a helyzet, hogy a Fidesz azt mondja, hogy a szankciók nem jók, de megszavazták. Még néhány nappal ezelőtt is pedig azt mondták, hogy feltételhez kötik a szankció megszavazását, alig néhány nappal ezelőtt. Nyilván a baloldal azt mondja, hogy a szankciók jók és működnek is. Ebben önök teljesen közel állnak egymáshoz. Ez teljesen a globalista nézet. Aztán a Mi Hazánk volt az egyetlen párt, amely tiltakozott akkor, amikor azt mondtuk, hogy adjunk Ukrajnának 70 milliárd forintot. Ez Miskolc város 2 éves költségvetése. Vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy ebben a nehéz helyzetben ez Miskolc, 2 miskolcnyi város költségvetését teszi ki. Annak az Ukrajnának, amelynek miközben a keleti határain ott vannak az oroszok, arra még volt ereje is kedve, hogy a magyar jelképet, a turulmadarat azt levegye Munkácsváráról. Ez volt a legfontosabb. Ez volt a legfontosabb. És mi adunk még 70 milliárd forintot is. De mondhatnánk azt is, hogy önök együtt megszavazták a parlamentbe Finnország NATO csatlakozását. Finnország szuverenitása és nem NATO tagként való megjelenése azért lett volna fontos, mert egy semleges terület a két nagy hatalom között, a NATO és Oroszország szövetségi rendszerei között. Egy semleges terület. Most ezzel egy közös határszakasz jött létre, újabb a konfliktus bővülésének a lehetősége. De ott van, hogy Magyarország átvállalta Szlovákia légterének a védelmét, hogy nyugodtan adja át Szlovákia a MiG-29-eseket. Ezzel megint háborúba toltunk fegyvert. Olajat öntöttünk a tűzre, tisztelt képviselőtársak. Nem hallottam volna a balliberális oldaltól sem, hogy tiltakozott volna ez ellen. Aztán mondhatnánk azt is, és ezt a parlamentben is elismerte Orbán Viktor, üzemanyaggal is támogattuk Ukrajnát. Tehát kérem, önök sokkal közelebb vannak ebben a kérdésben egymáshoz, mint azt gondolnák. Köszönöm.